Életre kelt a Mécses tartó fiú szobra Máté Szalkán. A város jelképévé vált alkotás minden évben a fényes napok keretében elevenedik meg. A fiú jellegzetes fény és hanghatások közepette a mindenkori városvezetőnek adja át a kezében tartott Mécsest. Az 1988-ban felavatott szobor Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és annak emlékére állíttatta az akkori önkormányzat, hogy az 1800-as évek végén az országban először ebben az utcában gyulladt fel az elektromos közvilágítás. A fényes napok minden Máté Szalkai egyik kedvenc ünnepe. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 1888-ban a mai Magyarország területén először itt, ahol állok, a Kossuth utcán kigyulladt a közvilágítás fénye. 5 évvel megelőztük ezzel a technika történeti világszenzációval Budapestet, és ez egy időben történt New Yorkkal. Úgyhogy azt gondolom, van mire büszkének lennünk. Itt pedig már útra kelt a tömeg. A fényes felvonuláson több ezren világító eszközökkel a kezükben masíroztak végig a városon. A kétnapos rendezvénysorozat alatt számos kulturális programot kínáltak a közönségnek. Olyan magas színvonalú kulturális kavalkádot állítottunk össze, és állítunk össze évek óta a kollégáimmal együtt, amelyre azt mondhatja minden kultúra szerető, hogy megtalálja benne a saját számítását. Vannak itt kiállítások is, több kiállítás is, most is például Munkácsi díjas festő kiállítása nyílik meg. Olyan együtteseket, zenekarokat hívunk, amelyek nem playback vagy fél playback műsorokkal kedveskednek az itt élőknek. De gólyalábas formációtól kezdve ezer más dologgal várjuk ezen a két napon nem csak a Máté Szalkaiakat, hanem az ide látogatókat is. A Máté Szalkai Fényes Napok rendezvénysorozatát több mint 20 évvel ezelőtt, 2003-ban szervezték meg először.